Hát tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Nemes Imre vagyok, a Paksi Atomerőműben a reaktorfizikai osztályvezetője. Az a megtisztelő felkérés ért engem, hogy tartsak előadást, amiben ismertettem mindazokat a módosításokat, fejlesztéseket, amiket a üzemanyag felhasználásban, üzemanyag stratégiában hát végbevittünk egészen a kezdetektől a napjainkig. Röviden ismertetném azt, hogy miről szeretnék beszélni. Először, hogy mindnyájan pontosan értsük, hogy miről van szó, ismertetem a VVR 440 típusú reaktornak az üzemanyagát, az üzemanyagciklus jellemzőit. Nyilván vannak, akiknek ez nagyon jól ismert, azokat kérem, hogy tegerjék arrébb az előadást. A továbbiakban végigmegyek a történeten, amin az üzemanyag is végigment, amilyen módosításokat végrehajtottunk benne. A következő részben egy kis magyarázattal szolgálok, hogy milyen módosítást, milyen fejlesztést, miért hajtottuk végre, és miért úgy, mi ennek az eredménye, és mi ennek a hatása, és akkor végül elérkezünk a jelen állapotnak a bemutatásához, és egy kicsit a jövőről beszélnénk. Bele is vágok akkor. A következő ábrán sok minden van, a VVR 440 reaktorról és az üzemanyagáról. Itt jobb oldalt látjuk a reaktor tartálynak a metszetét. A középső piros régió az, ahol a nukleáris üzemanyag elhelyezkedik. Ennek a mérete nagyjából 2,5 méter x 3 méter 10 centi. Az ábra jobb szélén van maga az üzemanyag, egy kicsit torzítva. Ugye tudjuk, hogy az aktív része, az üzemanyag része az 2 méter 50 centis nagyjából. Ez egy hatszögletű cirkónium ötvözetből készült tok, csőszerű tok, tipikusan 15 cm átmérőjű, és benne 126 darab üzemanyag pálca látszik, mint ahogy a képnek a bal oldalán alul, ilyen elrendezésben. A maga a reaktor 349 darab ilyen hatszögletes üzemanyag kazettából áll. A kép közepén fölül látszik egy ilyen metszet, bal oldalt meg egy fénykép, és hát szeretjük ezeknek a hatszögletes kazettáknak a 60 fokos szimmetriáját alkalmazni, ami a különböző típusok és különböző kiégettségű üzemanyagnak az elrendezését illeti, és az ábrán itt középen látszik egy ilyen tipikus elrendezés, a forgás szimmetria szokott általában érvényesülni, amennyiben lehetőség van. De azt még elfelejtettem mondani, hogy egy ilyen üzemanyagpálca az 9,1 mm átmérőjű, és benne urán-dioxid pasztillák vannak, urán-235-ben dúsítottak. Az egyes üzemanyagpálcáknak a dúsítása lehet azonos, és lehet különböző egy-egy üzemanyagkazettán belül. A következőkben beszélnék az üzemanyagciklusról. Az ilyen típusú reaktor, mint a miénk, ez ciklikus működésű, ami azt jelenti, hogy időszakonként le kell állítani, ilyenkor részleges üzemanyagcserét hajtunk végre rajta, a meglevő üzemanyagot átrendezzük, és utána újból egy bizonyos időszakig névleges teljesítményen tud majd működni a reaktorunk. Ezt üzemet, amíg névleges közeli teljesítményen működik a reaktor, ezt hát oroszosan vagy franciásan kampánynak hívunk mi itt. Minden egyes kampány az kicsit egyedileg tervezett. Az üzemanyag összetétele mindig egy kicsit különböző, különbözők a fizikai jellemzők. Mindig meg kell felelnünk egyedileg a biztonsági korlátoknak. És az üzemanyag költségek pedig olyanok, hogy hát azok függenek elsősorban, majd látni fogjuk a friss üzemanyagnak a dúsításától, az üzemanyag elrendezésétől, és még sok minden mástól. Ha
Következő ábrán látjuk is, hogy mik ezek a kampányok, meg az üzemanyag ciklus. Ugye a négy blokkunkat korábban évente egyszer állítottuk le, ami azt jelenti, hogy éves kampányaink voltak, minden évben négy leállásunk volt a négy blokkal. Néhány éve módosítottuk ezt a stratégiát, és most 15 hónapos ciklusokban működünk, ami nagyjából annyit jelent, hogy minden évben csak három blokkal állunk le, és a negyedik az végig az év során működik. Hát ennyi volt az összefoglaló az üzemanyagról, üzemanyag ciklusról, és akkor térjünk át a történetre, amin végigmentünk. A következő ábrán sematikusan próbáltam ábrázolni azt a üzemanyag sztorit, amit történt, ez most éppen a Paksi 1-es blokk, hát hasonló ábra rajzolható a többi blokkról. Látszik, hogy itt vannak ilyen kék oszlopok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 felirattal. Ezek mind különböző módosításokat, fejlesztéseket jelentenek, amit az üzemanyagban, üzemanyag stratégiákban hát bevezettünk, megvalósítottunk. Látszik, hogy hát ezek eleinte olyan ritkábbak, aztán később már mondjuk a 2000-es évek óta olyan 4-5-6 évente van valami fejlesztés és módosítás. De menjünk végig, hogy mit jelentenek ezek a számok. Ugye a nulla jelentette az induló töltetet, amelyik minden blokkon bevezettünk. Ugye ez a 1-es, 2-es blokkon az az induló töltet volt, amit az orosz szállító javasolt, a 3-as, 4-esen már picit módosítottuk, hogy összehozzuk a blokkoknak a leállását szépen sorban. Az 1-es az még szintén az a fajta standard átrakási stratégia, üzemanyagcsere stratégia volt, amit javasoltak, ami azt jelentette, hogy nagyjából a harmadát cseréltük az üzemanyagnak, tehát egy évben 116 friss üzemanyag kazetta ment be egy blokkba. Később ezen már kezdtünk módosítani, és csak 3,6%-os dúsítású üzemanyagot használtunk, ezt már nem csak 3 évig, hanem részben 4 évig, amivel lehúztuk a friss kazetta darabszámot kampányonként, blokkonként 102-re. Aztán kezdtünk bevezetni magasabb dúsítást is, 3,8-et, amitől már csak 90 kazetta volt az éves szükséglet blokkonként. Aztán másfajta stratégiai lépést tettünk, megnöveltük a névleges teljesítményt. Ez viszont azzal járt, hogy nem csökkent, hanem nőtt az éves friss üzemanyag szükséglet darabszám. De aztán új módosításként még magasabb dúsítást vezettünk be, amitől csak 84 kazetta volt az éves szükséglet. Majd ismét hosszabb kampányokat vezettünk, és magasabb dúsításút, ami most jelenleg is a stratégiánk részét képezi. Itt kampányonként 102 üzemanyag kazettát használunk, de ez a kampány az 15 hónapos, ami azt jelenti, hogy évente átlagosan 81,6, valahogy így jön ki a felhasznált üzemanyag száma. És hát folyamatban van egy következő fejlesztés, amivel 96 per kampány, azaz 78 per év friss üzemanyag szükségletre próbáljuk lehúzni a szükséges darabszámot. Ha tovább lépünk egy kicsit, akkor azt látjuk, hogy hát itt nem csak az átlagdúsításban voltak változások, hanem a pálcák elrendezésében is. Korábban jó ideig valamennyi üzemanyag pálcában azonos pálcadúsítás volt, aztán a 3,82%-os dúsítással kezdtünk bevezetni egy úgynevezett profilírozást, amikor is a sarki meg a szélső pálcáknak az urán 235 dúsítása az kisebb lett, és ezáltal kisimítódott a kazettán belüli teljesítmény eloszlás. Hát többek között ez volt az a lépés, ami valamilyen szempontból vagy részben lehetővé tette
magának a névleges teljesítmények a növelését úgy, hogy közben a vonatkozó korlátok, limitek azok nem változtak, csak éppen a teljesítmény eloszlás vált sokkal simábbá. Később aztán még hát bonyolultabb üzemanyagok bevezetésére került sor, a 4,2 meg a 4,7%-os dúsítás, ez csak az átlag dúsítás, itt is különböző dúsítású pálcák vannak, és hát megjelent a kazettákban ez a bizonyos kiégő méreg, ami az esetünkben gadolinium oxid, ami az urándioxiddal együtt van elkeverve. Az egyik üzemanyag kazettánkban 3 ilyen pálca van, a másikban 6 ilyen pálca van, és hát a kiégő méregnek az a alkalmazásának az a célja és hatása, hogy csökkentse a kezdeti reaktivitás tartalékot, ami egy ilyen üzemanyag kazettában van. Tulajdonképpen bósavat pótol ez a kiégő méreg, és hát ilyen módon lehetővé teszi azt, hogy a eredetinél magasabb dúsítású üzemanyag egyrészt tárolható legyen a pihentető medencékben, ami eredetileg alacsonyabb dúsításokra lett tervezve, másrészt pedig lenne a magas teljesítménye és a hosszú kampánnyal járó magas borsav koncentrációt, kritikus borsav koncentrációt ellensúlyozza, és lehetővé teszi, hogy a hosszú kampány és a nagy teljesítmény ellenére is kedvező visszacsatolási tulajdonságokkal rendelkezzenek a blokkok. Néhány érdekesség még, ami szintén része volt az üzemanyag sztorinak, az egyik az, hogy a rendszerváltások után a megszűnő NDK-nak a leállított egyik blokkjából, ez a Greifswaldi 5-ös blokk volt, megvásároltunk egy Deutschmarkért 235 üzemanyagkazettát, amik utána sikeresen felhasználtunk a 2-es és a 4-es blokkban. A másik érdekesség, hogy hát még mindvégig igazából orosz gyártmányú üzemanyagot használtunk, de mégis volt egy olyan akció a 90-es évek második felében, hogy alternatív szállító után néztünk. Ez egy magyar, finn és brit együttműködéssel indult és végbement projekt volt, aminek eredményeképpen a brit BNFL cégnek a gyártásában létrejött egy alternatív üzemanyag kazetta, amelyet sok évig sikerrel használtak is a finn lovizai erőműben, de a magyar döntés végül is az volt, hogy mi nem rendeltük ebből az üzemanyagból, és aztán hát pár évi alkalmazás után a finnek is elálltak tőle, tehát most újra csak egy darab szállító van a WVR 440 piacán. Hát ennyi volt a sztori, és akkor most egy kicsit belevágnánk, hogy tulajdonképpen mit miért csináltunk, és mi ennek az egész játéknak a magyarázata, egy kicsit elhelyeznénk a műszaki térben is. A következő ábrán, ez egy nagyon összetett ábra, és sok minden leolvasható róla, de hát nem könnyű a megértése, úgyhogy belefogok a magyarázatába. Az X-tengelyen van a kampányonkénti kiégés, ami alapvetően a kampány hosszal arányos, de hát amikor meg teljesítményt emelünk, meg hosszabb üzemanyag ciklusokkal működünk, akkor ugye megnő a kampányonkénti kiégés. A Y-tengelyen van a friss üzemanyagnak az átlagdúsítása, amit alkalmazunk, és akkor itt még vannak ilyen egyenes vonalak, az egyenes vonalak azt jelentik, hogy hanyad egy-egy átrakásban, üzemanyagcserében hanyad részét cseréljük a zónának. Meg vannak ilyen pontozott vonalak, aminek a végén ilyen van, hogy 20, 30, 40, 50, 60. Ez pedig
a kirakott üzemanyagnak az átlag, a kirakott üzemanyag átlagos kiégését jelenti. Ha megnézzük ezt az egyes pontot, ugye innen indultunk valamikor 1982-ben, amikor is a valamennyi volt a kampány, átlagos kampányhosszunk, éves kampány, valamennyi volt az átlagdúsításunk, a 3,4%, és hát az egy harmadát cseréltük minden évben az üzemanyagnak minden kampány során, és akkor látszik, hogy itt a 30-as pontozott vonal fölött vagyunk, tehát olyan 32-33 megawatt nap per kiló urán volt a kiégés. Aztán fokozatosan megnöveltük az átlagdúsítást egészen 3,8-ig, akkor már a 40-es vonal fölé kerültünk, olyan 42 megawatt nap per kiló urán átlagos kiégéssel. Aztán megnöveltük a teljesítményt, ugye azzal megnőtt a kampányonkénti kiégés, tehát ezzel a piros függőleges pontozott vonalra kerültünk, és hát az látszik, hogy a kirakott kazetták kiégése most nem nőtt, hanem csökkent ezzel egyszeres mind. Hát aztán megint van egy függőleges nyíl, egészen majdnem az 50-esig élő, a 40 valameddig, a 4,2% dúsítás bevezetésével ugye ekkora kiégést tudtunk elérni, és az utolsó nyílunk az éppensége se nem vízszintes, se nem függőleges, hanem egy ilyen ferde. Ez reprezentálja azt a fejlesztést, amit a 15 hónapos kampány bevezetésekor hajtottunk végre, és akkor itt látszik, hogy ilyen 50 fölötti kiégéseket várunk majd már ettől a stratégiától, ha szépen beáll. A ábra magyarázatához még azt tartozik, hogy ugye vannak itten olyan nyilak, amik ilyen függőleges irányban mutatnak, meg olyanok, amik ilyen vízszintes irányban mutatnak. A függőleges irányúak azok mindig az üzemanyag költségnek a csökkentését célozták, és ez látszik is, hogy folyton folyvást nőtt a kiégés. A vízszintes vonalak, vízszintes nyilak viszont a termelés növelése irányába hatnak. Ugye van itt az ábra közepén ez a bizonyos nyilacska, ami reprezentálja a teljesítménynek a növelését. És akkor van itt a legvégen egy ilyen ferde nyíl, ami vízszintes is, meg függőleges. Hát itt egyszerre próbáltuk két dolgot is megvalósítani, növelni a termelést, és közben hát gondot viselni az üzemanyag költségre is. Ez volt a 15 hónapos átállás. A következő ábrán még egy kis magyarázattal tartozom, hogy mi is ennek az egész játéknak a következménye. Itt azt látjuk, hogy a baloldali részén az ábrának, hogy az urán 235-ös dúsítása, hogy nő, úgy csökken a friss üzemanyagra jellemző költség. Hát ez tipikusan a friss üzemanyag kazetták a darabszámának a függvénye, tehát ahogy a darabszám csökken, úgy csökken nyilvánvaló a vele való vagy vele járó költség is. A többi paraméterek úgy, mint a dúsítás meg az urán szükséglet, hát azok azért arányosok a dúsítással, de a darabszám az éppensége nem, és ebből adódik a dúsítás növekedése folytán az árelőny vagy a költség csökkentés. A másik ábrán viszont valami mást látunk, ugye, hogy rendben van, hogy a dúsításra csökken az üzemanyag költség, de ha meg hosszabb kampányokat csinálunk, meg nagyobb teljesítményt, akkor viszont nő az üzemanyag költség. Ezek voltak ugye itt a másik ábrán a vízszintes húzások. Igaz, hogy nő ugyanaz üzemanyag költség, de ilyenkor viszont a termelés volumene fog megnőni, ami aztán egy nagyobb nyerességet ad, mint amennyit elvesztünk az üzemanyag költsége. Ugye azt látjuk, hogy
A fejlesztés során az üzemanyag kazettáknak a kiégése az folyamatosan nőtt és nőtt és nőtt, és hát ezzel párhuzamosan tudtuk növelni a dúsítást is, illetve hát ez a kettő az összefügg. Most arról beszélnék pár szót, hogy mit tette lehetővé ezeket a magas kiégéseket, hát és az egyre magasabb kiégést, hát természetesen a műszaki fejlesztések, amit a gyártásban bevezettett a gyártónk, a maga a gyártási technológia, megbízhatóság, a bevezetett kiégőmérges technológia. Ezzel párhuzamosan az a kísérleti háttér, ami fölállt menet közben, ami lehetővé tette azt, hogy sokkal többet tudjunk erről az üzemanyagról, mint korábban. A mindenféle kutatóreaktorokban az üzemzavari viselkedés vizsgálata lezajlott erre az üzemanyagra, más üzemanyagra is, és hát ez tette lehetővé azt, hogy megalapozottan emelhessük a kiégést. És hát természetesen ezt az egészet megfejelte az informatikai fejlődés, ahol is a számítási modellek jelentősen pontosodtak ahhoz a hát meglehetősen egyszerű és ma már akár primitívnek is nevezhető módszerek eszközökhöz képest, amivel még itt a 80-as években rendelkeztünk. A következőkben egy kicsit beszélnék pár szót azokról a mozzanatokról, amikor a nem az üzemanyagköltség, hanem a kiadott energia növelése volt a cél. Az egyik ilyen volt a nagy lépés a névleges teljesítménynek a növelése, amihez hát üzemanyag oldalról is sok minden kellett. Ezt már emlegettem, hogy maga az üzemanyag is módosult, de hát megfelelő töltetet kellett megtervezni, amit a pontosabb számítási modellek tettek lehetővé, stb. Stb. És akkor hát a másik ilyen termelés növelő lépés volt a 15 hónapos kampánynak a bevezetése, amihez ugye kellett már ez a magas dúsítás, kellett a kiégő méreg, amit már emlegettem, hogy bevezettünk. Átálltunk a 15 hónapos ciklusra, ezzel a 440-es reaktortípussal teljes mértékben úttörők vagyunk. Ez a saját innovációnk, nem volt semmilyen előzménye a többi 440-es reaktortípuson. Ezt mi magunk voltunk, akik elkezdtük ezeket az elemzéseket, számításokat. Úgy találtuk, hogy ez a 18 hónap, amíg szóba jöhetett volna, 18 hónapos kampány, az nem megfelelő ilyen kicsi reaktortípusra, de hát kijött a számításokból, hogy a 15 hónapos viszont szépen megvalósítható, és hát ehhez egy üzemanyag stratégiát kellett illeszteni, amit a következőben majd fogok ismertetni. Szeretném azt elmagyarázni, hogy ez a 15 hónapos üzemelési stratégia, maga az ötlet az hogyan keletkezett és hogyan állt össze. Ugye korábban a leállásaink azok évente 4 leállásunk volt, a kampányok azok egyévesek voltak, és hát a leállások maguk azok a ősztől tavaszig való időszakra voltak korlátozva. Na most az ötlet az annyi volt, hogy mi lenne, hogyha ezeket a leállásokat egyenletesen szétosztanánk az éven belül, és az első blokkot, ami leáll, azt februárban állítanánk le, a másodikat májusban, a harmadikat augusztusban, és a negyediket pedig novemberben. Ilyen módon egyenletes időszakok lennének a leállások között. És ha ezek után meg tudnák valósítani 415-420 effektív nap hosszúságú kampányokat, akkor a következőképpen módosulna a blokkok üzeme. Az a blokk, amelyik februárban állt le az egyik évben, a következőben májusban áll le.
amelyik májusban, az augusztusra megy az átrakása, az augusztusi novemberre, és a novemberi leállású blokk pedig átugorja a következő kampányt, és majd a rákövetkező, vagy a következő évet, bocsánat, és majd a rákövetkező év februárában fog leállni. Ugye ez az egész játék azon az egyszerű algebrán alapul, hogy az 5x12 az éppen 4x15, tehát az 5 évet, amit eddig 5 kampánnyal valósított meg egy-egy blokk, azt most 4 kampánnyal fogja megvalósítani, és így áll össze ő neki az 5 éves ciklusa. Az ötletet, ezt a dolgot, ezt még megfejeltük egy kis turbózással, ugyanis a következő a helyzet. Az a helyzet, hogy ezek a leállások a karbantartási volumen miatt nem azonos hosszúságúak, hanem minden negyedik leállás az hosszabb, mint a többi, majd kétszer olyan hosszú, a többiek pedig rövidebbek. Na most, hogyha azt csináljuk, hogy van a nulladik évünk, ahol a blokkok sorrendje az volt, ez volt 2015, a leállási sorrend, hogy 1-es, 4-es, 2-es, 3-as, akkor a 2016-os évben az volt, hogy semmi 1-es, 4-es, 2-es, 17-es évben 3-as, semmi 1-es, 4-es, stb. 2-es, 3-as, semmi 1-es, stb. És az ötödik évben a ciklus miatt megint le kell állítani mind az összes blokkunkat. Igen ám, de hogyha ezeket a hosszú leállásokat úgy ütemezzük, hogy azokon, abban az években legyen a hosszú leállás, amikor 3 blokkunk áll le, itt a lábrán ezek a pirossal jelöltek, akkor éppen az ötödik évben, amikor mind a 4 blokk leáll, akkor csak 4 rövid leállás lesz. Tehát ez az egész összerakott stratégia, ez azt biztosítja, hogy mind a karbantartási volumen, mind pedig lenne az éves termelés, az teljesen egyenletes lesz ez alatt az 5 éves ciklus alatt, függetlenül attól, hogy éppen mind a 4 blokkunk áll le, vagy 3 blokkunk áll le. Ugye hát úgy lehet összefoglalni ezt az egészet, hogy 5 év alatt 4 leállás van csak, ami nagyjából plusz 25 nap blokknapot jelent a 4 blokkon, és hát a karbantartási volumen az egy olyan 20%-kal csökkent. Ahogy említettem, ez az átmenet a 15 hónapos kampányokra, ez 2015-ben indult. Elsőként a 2-es blokkon volt ilyen hosszú kampány, aztán a 3-as blokkon, az már át is ugrott a következő éve. És hát most 2020-ban tartunk, és pont mind a 4 blokkunk éppen ebben az évben leáll, rövid átrakásra, rövid karbantartásra, és aztán újra indul az 5 éves ciklus. És hát említettem azt, hogy a 440-es blokkokon mi voltunk az elsők, és máig azt hiszem talán az egyetlenek is, akik átálltuk erre a 15 hónapos ciklusra. Most a többi, hát cseh és szlovák kollégák is tanulmányozzák ezt a dolgot, és azt hiszem, hogy a csehek éppen átállóban vannak, tehát kezdték a hosszú kampányokat ők is bevezetni. Na most egy picit még összefoglalnám azt az eredményt akkor, amin eddig végigmentünk, és akkor hova jutottunk. Ugye itt a baloldali ábrán van egy olyan, hogy itt vannak az évek, amik elteltek, 1982-től egészen 2020-ig, de már be van jelölve itt valami 22 is. És egy relatív skálán van két paraméter is, az egyik az üzemanyag költség, a másik pedig hát a termelés. Ugye a termelés az sokáig valami egységnyi volt, aztán megnőtt 8%-kal, ez volt a teljesítményemelés, és aztán még megnőtt 2%-kal, ez volt a 15 hónaposra való átállás, tehát ezek ilyen hozzávetőleges számok.
Menet közben hogy alakult az üzemanyag költség? Úgy alakult, hogy először csökken, mint említettem. Aztán, amikor emeltük a teljesítmény, névleges teljesítményt, akkor megnőtt, de utána visszacsökkentettük. Aztán most ezen a ponton vagyunk. A zöldnek a felső a kis háromszögében ugye megint egy picit megnőtt az üzemanyagköltségünk, de aztán most folyamatban van egy olyan módosítás, egy olyan fejlesztés, amelyik lecsökkenti az üzemanyagköltséget. A másik ábrán, amiket már beszéltem, hogy alakult blokkonként, meg kampányonként, meg évente a szükséges friss üzemanyag darabszám blokkonként, és hát azt látjuk, hogy a 116-os induló értékről ma ugye 82-nél tartunk, és hát 78 per év per kazettára akarunk levenni. Hát ennyi, ezen a kis ábrán lehet talán leginkább érzékeltetni azt az utat, amit itten bejártunk. Néhány gondolat, hogy mi is van az egész munka mögött, amit elvégeztünk, és hát mi várható talán, tehát mi van nem csak a munka mögött, hanem előtte is. Említettem, hogy mindvégig orosz szállítóktól vásároljuk az üzemanyagot. Azt kell mondjam, hogy az üzemanyag szállítónk nemzetközi viszonylatban is rendkívül flexibilis. Egyrészt van egy nagyon jó személyes kapcsolat is, sok év alatt kialakult egy kölcsönös tisztelet, azt hiszem az orosz kollégákkal, ez nem csak az üzemanyag gyárat és kereskedőt jelenti, hanem a tudományos intézeteket is, akik mögöttük állnak. Ott elég szorosan mögöttük állnak ezek az intézmények, és hát jól ismerjük egymást a kollégákkal, meg megfelelőképpen tiszteljük is, ami azt jelenti, hogy a mi javaslatainkat, meg kéréseinket azt általában kedvezően fogadják. Említettem ezeket a fejlesztéseket, dúsításnövelést, módosításokat. Hát fokozatos, természetesen mi is úgy kezdtük a dolgot, hogy azokat a ajánlásokat vettük át, ami az üzemanyag szállítójától, meg az erőmű szállítójától származik. De hát fokozatosan azért a mi kezünkbe csúszott át a kezdeményezés, és a 4,2, valamint a 4,7% dúsítás üzemanyag esetében, valamint hát ahogy említettem, a 15 hónapos átállás, az már teljesen a sajátunk volt, ami azt jelenti, hogy magát a dúsítást, amit mi igénylünk, annak a pálcánkénti eloszlását, stb. Azt mi magunk terveztük meg, és ennek megfelelően az orosz gyár az legyártotta. Hát így aztán lehet, hogy egy kicsit, hát hogy mondjam, megnőtt az étvágyunk, és legújabban már nem csak a dúsítást és a dúsítás eloszlást szeretnénk módosítani, hanem kértünk egy geometriai módosítást is az üzemanyagon, ez a legújabb fejlesztésnek a része. Hát ez nagyrészt a saját számításainkból származott, ezt úgy hívjuk, hogy vízurány viszonyra optimalizált üzemanyag. És akkor beszélnék erről a legújabb projektről. A geometria módosításnak a lényege az, hogy csökkentsük egy kicsit a pálca átmérőt. Ez olyan módon lehetséges, hogy a pálca burkolat fal vastagságát lehet csökkenteni, erre már vannak kísérleti üzemeltetési tapasztalatok, és hát ezzel javul a vízurán viszony, és javul az üzemanyag felhasználásnak a gazdaságossága.
Evégből, hogy ezt végbe vigyük, összehoztunk egy együttműködést, magyar kezdeményezést, de ez megint egy ilyen orosz-finn magyar együttműködés, hogy a finnekkel szeretünk mi közös projektekbe fogni, mert nagyjából egyformán gondolkodunk, meg hát esetleg nem szlávul beszélünk, és ezért talán jobban megértjük egymást, nem a közös finnugor, hanem inkább az angol nyelven. Hát ez sikerült összehozni idáig legalábbis, és akkor nézzük, hogy mi is ez az optimalizált üzemanyag. A következő ábrám az látszik, hogy az optimalizált üzemanyagunk, ugye a pálca átmérője csak 8,9 mm, a régi az 9,1 tized volt. Ellenben viszont elspóroljuk a pelletekből ezt a központi furatot, amitől nem csak több víz, hanem egy kicsit több urán is lesz ebben az üzemanyagban. Valamint finn kérésre a távtartók is egy kicsit módosulnak. Az ábra jobb oldalán látszik, hogy ilyen keverőfülecskék kerülnek felszerelésre a távtartókra, ami viszont a hűtést teszi egyenletesebbé, és ezáltal nem csak a teljesítményeloszlás, hanem a hőmérsékleti eloszlás is, a hűtőközeg hőmérsékleti eloszlása egyenletesebb lesz az üzemanyagkazettán belül. Részünkről a dúsítás meg a profilírozás ezúttal most marad olyan, amilyen. Most nem ezen változtatunk, hanem a geometrián, és hát ennek a projektből aztán azt várjuk, elsősorban, hogy kevesebb friss üzemanyag kazettát kelljen majd felhasználni kampányonként, ami most ugye 15 hónapot jelent, nem 102-t, hanem csak 96-ot. Viszont ellenben más előnye is van ennek a tervezett lépésnek. Ilyen módon sikerül olyan elrendezést találni az üzemanyagra a kampányok során. Ezen az ábrán látszik, hogy a piros üzemanyag kazetták azok a legkiégettebbek, a kékek továbbra is a friss üzemanyag kazettát reprezentálják, a zóna széle tele van ilyen kiégett üzemanyag kazettával, ami azt jelenti, hogy nem csupán az üzemanyagon spórolunk, hanem csökkentjük a neutronok kiszökését, és tovább kímjeljük a tartályfalat, hát ha még jó lesz valamire. Tehát szumma szummárom úgy összegezném, hogy a módosítástól várunk 4% üzemanyag költségcsökkentést, 6%-a kevesebb lesz a felhasznált üzemanyag mennyisége, egyszer mind a kiégett üzemanyag mennyisége is, amit majd itt tárolgatnunk kell, és hát vannak további előnyök a tartályfal tekintetében. Ez a projekt ez most kezdődött. Ezen az ábrán látjuk a bevezetésnek az ütemtervét. Pillanatnyilag már le van állítva a hármas blokk, most van átrakás alatt, amikor én ezt az előadást tartom, és karbantartás alatt, és ez alatt most az üzemanyag cseréje során bekerül a hármas blokki zónába 18 darab ilyen optimalizált geometriájú tesztkazetta. Elindul egy tesztprogram, ami egy egész kampányon keresztül tart, majd pedig rá a következő kampánya, ami ezen a blokkon, ugye mivel hogy most novemberi leállás van, csak 2022-ben lesz, majd átrakásnyi mennyiséget szeretnénk berakni, és aztán ez folytatódik a többi blokkokon, 23-ban és 24-ben, így nézzenek jelenleg a terveink. Hát amint látható, és lehet itt is sejteni, hogy itt azért egy újításnak a megvalósítása az nem hip-hop megy, sok évbe telik. Látható volt az első ábrákon is, hogy a 4-5 év, amíg egy-egy módosítás végigfut. Hát általában az szokott lenni, hogy amire már a bevezetés fázisába kerülünk, addigra
megszületik az ötlet, hogy hogy lehetne ezt még jobban és még szebben csinálni, és már kezdünk ezen dolgozni és gondolkodni. Ami engem illet, én ezt nyilván már most is vannak gondolataink, hogy mit lehetne még csinálni. Reméljük, hogy a blokkok üzemideje még esetleg ilyeneket lehetővé tesz, hogy még szebbé, még jobbá és még gazdaságosabbá tegyük az üzemanyag felhasználásunkat, de a részemről ezt azért a következő generációra hagynám, akik már azért itt toporognak a sarkamban, és szeretnék ők is kivenni a részüket ebből a folyamatból, hogy fejleszgessük ezt a üzemanyagciklusunkat és a gazdaságosságunkat. Hát nagyjából ennyi volt, amit én szerettem volna elmondani, remélem mindenen végigmentem. Nagyon sajnálom, hogy nem élőben megy ez az egész előadás, mert akkor természetesen kész lennék válaszolni a kérdésekre, de hát úgy tudom, hogy erre jelen esetben is van lehetőség. Ha lesznek kérdések, akkor ezt meg fogom kapni, és akkor igyekezni fogok rá válaszolni, illetve hát lesz talán egy ilyen online kérdezfelelekre is mód, és akkor szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra és további szép napokat kívánok mindenkinek.